Vigyék! Nem vagy te buta ember. Ha jót akarsz, szépen megmondod, hova rejtetted a kegytárgyakat, és azonnal kisétálhatsz azon a kapun. A magyar történelem tanítása mindig is elhallgattatta az 50-es évek rezsimjének egyházellenes tetteit. Pedig közel 12 000 egyházi embert kínoztak, üldöztek, kényszerítettek menekülésre, vagy jobb esetben csak segédmunkások lehettek. Eperjesik családjában többen is átélték ezeket a borzalmakat. Innen volt az indítatás arra, hogy a részletek kiderüljenek, és erre a film látszott a legjobb nyelvnek, mondta el a rendező. A lengyeleknél kizár dolog, hogy Katyinról ne tanítsanak a gyerekeknek. Ez pedig legalább olyan mérvű nemzeti probléma, mint a lengyeleknek a Katyinot. 20 ezer ember, körülbelül 20 ezer embert, orvosokat, katonatiszteket, mérnököket, tanárokat, papokat lőttek bele az árokba. Az egyik pap nagybátyámat a börtönbe verték, annak van egy kis történet is a filmben ebben. A másik pap, nagybátyámat azt meg úgy megverték, hogy egészen Münchenig szökött. Úgyhogy én tudtam erről. De amikor ezzel színműben szembesültem, ez egy színműnek a filmes változata, aminek az a címe, hogy Krisztus inge, akkor én megdöbbentem, hogy tényleg ezt erről, és hát ebből filmet inkább kell csinálni, mint színművet, mert színpadon nem lehet ennek a borzalmát azon a szinten megmutatni, mint ahogy filmen. A történeteket a mai napig érezzük a társadalomban, de a mai napig erről nem nagyon beszélünk, és ez számtalan kérdést felvetett Eperjes Károlyban is. Fájó pont a művésznek, hogy a Vatikáni Filmfesztiválon nemhogy nem nevezték, de versenyen kívül még csak be se engedték mutatni az alkotást. Ezeket a borzalmakat azon a szinten nem szerettem volna megmutatni. Így is elég nehéz, van, aki rosszul lesz. De a mai gyerekek már interneten meg sokkal nagyobb borzalmakat néznek, de azokat a borzalmakat, ahogy nemi szervekbe üvegcsövet dugtak föl és széttörték, vagy nemi szervekbe a hölgyeknél, uraknál áramot vezettek, szóval ezeket nem mutattam meg, és egyéb borzalmakat még, mert hogyha ezeket megmutatom, akkor nem lehetne iskolásoknak levetíteni, és én fontosnak tartottam, hogy az iskolások, és úgy tudom, hogy be is kerül majd a történelem könyvekbe a jövő évtől, hogyha Jóisten is úgy akarja. Egyházi iskolába járt, igaz? Akkor maga ért a papok nyelvén. Nagy karrier várhat magára az AVH-nál, de törje meg a csuhást! Tegnap megkezdtük a maguk kitelepítését. Csomagolni, buzeránsok! A legjobb pillanatokat megörökítettem. Itt senkit nem fog találni, aki Leopoldról egy rossz szót is mondana. Többféle küzdelem is van a filmben. Van benne egy társadalmi küzdelem, a világrendszerek harca, és vannak benne egyéni küzdelmek, kinek-kinek a sajátja. De a film igazi mondani valója egyetlen szóban is megfogalmazható, és ez a kegyelem, állítja Eperjes Károly. Hívás van, az biztos. És hogy ez nekünk hivatásunk, hogy minden magyar embernek a saját történelmet jól megmutatni, az biztos. Hogy nekem a filmes eszközökkel erre lehetőségem van, az egy külön kegyelem az Istentől, és nekem ezzel élni kell, felelősség teljesen élni kell. Igen, most, hogy mondja, tényleg nagyon... Amikor a Kossuth díjat kaptam, akkor is az egyik, hogy a klasszikusok és a történelmi alakok hiteles megformálása volt egy ilyen mondat az indoklásban, és akkor úgy meglepődtem, hogy tényleg én nem egy pár történelmi filmben szerepeltem. 50-es években is, azután is, újkori történelemből is vannak filmek, és hát a Hídember is, meg színpadon is. Több olyan eseménye van a magyar történelemnek, több olyan személyisége, akiknek a történetét vagy az eseményeket meg kell mutatni a maga valóságában. Ezeknek a filmterveknek megvannak a kezdeményei, és Sitte szerint, ha lehetősége nyílik rá, akkor ezekből film is lesz.